Horváth Zoltán 1990-ben szerelt fel a rendőrségre, és 2003 óta szolgál városunkban. A székesfehérvári rendőrkapitányság bűnügyi osztályán dolgozott mindig, kinevezésekor annak vezetője volt. Az alezredes azt mondja, az előző vezető, Kovács Zsolt kapitány helyetteseként már nem csak a bűnügyi vonalon mozgott otthonosan, hanem az egész szervezet működését átlátta. Horváth Zoltán számára megtiszteltetés a Fehérvár megyei rendőrfőkapitány kinevezése. Székesfehérvár rendőrkapitánynak lenni egy nagyon nagy feladat, kihívás és megtisztelés, megtiszteltség ebbe a szakmába. Valóban 20 éve dolgozom itt Székesfehérváron, a bűnügyi munkát végeztem végig szinte, illetve a Kovács ezredes úrnak, az előző kapitánynak a helyetteseként volt rálátásom a kapitányság irányítására. Horváth Zoltán szerint az elmúlt 10 évben jól működött a fehérvári rendőrség, így az a célja, hogy tovább folytassa elődje munkáját. Az alezredes kiemelt feladatának tekinti a fehérváriakkal való kapcsolattartást, az itt élők biztonságérzetének növelését, valamint a bűn és baleset megelőzést és az esetleges bűncselekmények eredményes felderítését. Az online térben elkövetett bűncselekmények nagy száma ebbe, bár az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét nem annyira befolyásolja, mert hogy ott marad a négy fal között nagyon sok esetben, de ebben mindenképpen előrelépést kéne, és ezt nem csak Székesfehérváron, hanem országosan. Vannak erre törekvések, mi mindenképpen azon vagyunk, hogy ez emellett fel tudjunk sorakozni. A Székesfehérvári kapitányság mellett új vezetőt neveztek ki a Dunaújvárosi és a Gárdonyi rendőrkapitányság élére is. A korábbi fehérvári kapitány Kovács Zsolt a Gárdonyi rendőrséget vezeti. Az eddigi gárdonyi vezető Budavári Árpád pedig a Dunaújvárosi kapitányság élére került március 1-től.